Üdvözöljük a kedves nézőket! Spanyolországból jelentkezünk a barcelonai Forma 1-es pályáról. Egy kicsi csokáig tartott ide is megérkeznünk, de eljött ez a verseny is. Egy izgalmas futam előtt állunk. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Szia Laci! Szia Márk! Igen, itt vagyunk a második, nem, most már a harmadik európai pályánkon, és hát reméljük, hogy ez a pálya is egy izgalmas és élményekben gazdag futamot tartogat számunkra, de hát ezt pillanatok múlva szerintem meglátjuk. Így van, a srácok már készülnek a rajtrácson, közben nézzük a pályaadatokat. 4,639 kilométeres a pálya, 16 kanyarral van megtűzve. Két hosszabb egyenes, több jó előzési lehetőség. És egy igen szép szintkülönbség van a teljes pályában. Hát a célegyenes az lesz a legérdekesebb. Az első kanyar majd, a rajt után. És itt láthatóak a srácok, akik már várják, hogy végre elinduljon a felvezető kör, hogy ki ne hűljenek azok a paplanból elővett friss gumik. Na nézzük, ki van az első helyen? A Ferrarival. Csáki László volt az, aki megszerezte az első helyet. Majd mögötte nem sokkal lemaradva a második helyen a Haas-szal Overs. Aztán Bakos Zsolt a Red Bull-al a harmadik, majd a meglepetés Williams-es német Balázs a negyedik. Csáki Gergely az ötödik lett a másik Ferrarival. Új pilótánk Waldinger Bence, aki a Renault színeiben indul, csak a hatodik helyet tudta megszerezni. Majd Bánd Énes az Auberrel és Szabó idő nélkül a nyolcadik a Toro Rosso-val. Őt követi a sor végén Juhász Gábor a kilencedik helyen, szintén idő nélkül. Van elég sok meglepetés itt ezen a futamon, ugyanis Csáki László első helye szerintem Laci nem lesz. Viszont ott van Óbers is a Haas-szal, aki szintén elég komoly időt autózott, ahogy elnézem. És érdekes lesz szerintem itt a rajt. Én nagyon kíváncsi vagyok rá és várom is. Ezzel nem vagy egyedül, szerintem a nézők is már várják, hogy mi lesz ennek a versenynek a első pillanatában. Láthatjuk, megkezdték a felvezető kört, közben a gumikat is megfigyelhetjük. Hiperlágy, szuperlágy és lágy gumi engedett ezen a versenyen. Érdekes stratégiákat szülhet majd. Így van, illetve még azt is el lehet mondani, hogy effektíve ez egy tesztpálya ugye a Forma 1-nek. Tehát ide szoktak eljönni a valódi Forma 1-esek is tesztelni. Mondjuk mi nem itt teszteltünk, de szerintem minden pilóta jól ismeri ezt a pályát. Ez így van, pontosan ahogy mondod, közben még itt az egyéni pontverseny állását figyelhetjük meg. Hát Kishalmi Dávid eléggé az élere tört, a csapattársa a második helyen, hát mögötte már egy kicsit szorosabb a mezőny. Igen, milyen jól látni, ilyen szorosan követik egymást a pilóták, és ilyen izgalmas szerintem, hogy ez az év elég jól indult eddig. Igen, nem úgy, mint Bencének. Mint láthattuk, ott az 50-es táblát, ezt igen szépen elvitte. Hát ennek lehet, hogy jó pár pilóta nem fog örülni, de hát ez van. Most ezt a futamot már így kell teljesíteni. Na igen, ilyenkor kellene egy jó pályabíró, aki gyorsan berohan, és visszarakja a táblákat. Á, és az lennél te? Tudod mi? Vállalnám. Van az a pénz. Így van, van az a pénz, ahogy szokták mondani. Na de közben nézzük, hogy felállnak itt szépen a versenyzők a rajtrácsra, és szerintem ők is izgatottan várják azt a piros lámpa kialvását, mint ahogy mi is. De jól látom, hogy Bakos Zsolt egy picikét még igazítja az autót, Óbers egy picikét hátrébbról indul, ha jól látom. Na nézzük akkor. Szépen égnek a lámpák, és akkor nézzük azt a rajtot, és ebben a pillanatban szépen elkapták, hoppá, Németh Balázs egy picikét! És elől Sáki Laci ott van, és Bakos Zsolt megelőzte! És mindjárt ott vannak hármasok, négyen egyen, aki fordul el elsőnek, Óbers volt egy picit, és Bakos tudott elfordulni elsőnek, itt pedig hátul ütköztek. Ha jól látom, talán Juhász, akit bugdácsol át ezen a kerékvetőkön.
Na nézzük, átnémet Balázs, hogy próbálkozik kívül belül valahogy ezzel az amortizált autóval. Williams kapott ott az autó, és valamilyen Bercel kiesett, vagy kicsúszott egy pillanatra. Megcsúszott, igen, jól láttad. Németh Balázsnak viszont nem történt semmi az autójával, aki nagyon sokat szenvedett, az Bán Dénes és Juhász Gábor járta meg a legjobban neki, a vezetőszárnya bánta az első kanyar. Nem jól láttam, hogy talán Németh Balázs maradt ott a rajt már egy pillanatra. De jól láttad, ő benézte a rajt pillanatát, szerintem nála később aludtak el a lámpák. Hát nem tudom. Na mindegy, na nézzük viszont Csáki Gerget. Csáki László viszont nagyon komolyan csak a harmadik helyre visszaesve tudja itt a versenyt rólni. Hát... nem tudom, ő is egy kicsit elszenvedte ezt a rajt pillanatait, ugyanis Óbers és Bakos is lerajtolta. Ez így van, viszont most nézzük a célegyenesben, Óbers nagyon megérkezik Bakos nyakára, vajon sikerül-e szélárnyékból megelőznie? Na nézzük a házpilótát, ott van Bakoson a szélárnyékban, nagyon komolyan odaérkezik mellé. Nézzük azt a kanyart, nézzük, és el tud-e menni, nem tudott elmenni. Még nincs lejátszva ez a meccs, ha jól látom. Óbert ott van, és Bakos is kapad mind a két autó. Komoly a két versenyző, nagyon szépen csinálják. Két profi, kérem szépen. És Óbert csak a hátulik helyen tud maradni. És közben, ha jól láttam, a két Ferrari is felzárkózott erre a csatára. Itt pedig Bakos egy kicsit elfékezte ezt a kanyart. Óbert pedig megint ráesik. Na nézzük, nézzük! Ott a szélárnyék, ott van Óbert, már csak a húskantum hiányzik. Nagyon közel vannak egymáshoz, nagyon közel, kérem, a Ferrarik is ott vannak, négyen vannak egymáson, ki ad kinek szélárnyékot? Itt szerintem mindenki mindenkinek, Óbert is megpróbálkozott letenni az autót, de nem tudott. Csáki Gergely kicsit szélesebben tudott elfordulni. Igen, itt a két Ferrari is nagyon küzd egymással. Nagyon komoly ez a csata, és jól látom, Óbert egy kicsikét ott volt. És most már a Ferrari-k támadják Óbestet. Na mi történt a házszal? Hibázott Óbest egy picit? Vagy nem tudom, na itt a szélárnyék. Nézzük, nézzük a Ferrari-t és a házt is. Nagyon komoly a csata. És ott jön a két Ferrari, és ott jön. Egy picit össze is éri a ház. Na nézzük, hárman lettek egy helyen, és a két Ferrari elment Óbest mellett. Házta minden itt. Kú, de komoly csata volt, kérem. De úgy látszik, hogy még a két Ferrari között sincsen lejátszva a meccs. Nem, ugyanis Csáki Marci még mindig próbálja védeni azt a pozíciót. Bár, hát egy kicsit értelem most már nem marad itt a Nobel, de a két Ferrari komoly. Na nézzük Csáki Gerget, talán ő kapta a dugta a szélárnyékot, itt Óbest védte a pozíciót, össze is érkezett egy kicsit Csáki Gergelyel. És most megy el mellette mind a két Ferrari. Hát Óbest próbálta védeni azt a pozíciót, de hát nem jött össze neki, hogy elnézem. Hát nem, ez nem jött össze. Csáki Gergely, látjuk itt éppen lassításban. Pedig ő volt dupla szélárnyékban, talán neki talán egy picit nagyobb esélye is lehetett volna elmenni, de nem jött össze. Hát a két Ferrari úgy ott hagyta a háztost. Ott nem volt kérdés. Na nézzük, Óbert szemszögéből a visszapillantójában látszódik, hogy ott és itt megy el Csáki Laci, és már ott van mellette Csáki Gergely. Hát ha jól láttam, én azt mondom neked, hogy Csáki Laci egy picikét megpróbálta Óbert leterelni. Mondjuk, lehet, hogy ez egy rossz taktika volt neki, mert így a csapattárs is el tudott menni, és most nagyon komolyan követés őt. Hát, figyelj, igazából a két Ferrari pozitívan jött ki, Óbert meg visszacsúszott. Aztán ott volt az összeér, és jól láttad, kérlek. Csáki Gergely egy picit hátulul neki ment Óbersnek, de hát az mit csak egy ilyen picike kis pufi volt. Itt pedig jól látom, Németh Balázs hibázgat, és mögötte még Szabó érkezik a Toro Rossóval. Talán még... Bocsi, még itt is kialakulhat valami, hogyha jól látom. Így van, pont ezt akartam én is mondani. Szabó a hatodik helyen van jelenleg, a nyolcadik pozícióból indult, és Németh Balázs ismét egy nagyot hibázgat, hát Szabó is hibázgat. Igen, kicsit mélyebb féktávot vettünk, kellett volna. Hoppá! Németh Balázs! Mi történt? Félreállt egy pillanatra, vagy megcsúszhatott? Szerintem megcsúszott, ha már sárga zászló volt. Na nézzük, mi történt. Nézzük, itt még bevett, de appá, az ott megcsúszott, az ott egy megcsúszott. Bár Szabó is megcsúszott, lehet, hogy ma a pályán volt valami esetleg, vagy nem tudom.
Egy már csak utas, ha jól látom az autóba. Csúszik ki, csúszik ki. Azért nem volt meg ott a korlát. Mekkora szerencséje van Balázsnak, hogy meg tudta fogni az autót. Na, és közben jön egy hátul Bence is rá. Hát egyszerűen nem is tudom, mi lehetett. Ez valami technikai probléma, vagy nem tudom. Szerintem vagy... nagyobb gázt adott, mint kellett volna, és megúszott a kocsi hátulja, de szerencsésen megúszta. Én nem hallottam olyan nagy gázadást, bár nem tudom. Lehet. A lényeg, hogy ismét a pályában és tud jönni. Közben pedig, ha jól látom, lassan nyakára kapja Waldinger Bencét, a Renault-val. Így van, Bence egész jó teljesítményt nyújt eddig. Meg kell dicsérni. Hát hatodik helyről indult, most a hetedik helyen van. Nem mondanám azt akkora nagyon nagy előrelépésnek, de... Meglátjuk, még messze van a futam, még csak 4 kör telt el a 48 körből. Hát figyelj, nézzük úgy, hogy lassan mi is elérkezünk ennek az évnek a végéhez. Mert nem a szezon végéhez, csak az évnek a végéhez. Megyünk egy kis szünetre, és akkor így egy gyenge kezdés után erős visszaesést javasolsz? Én nem javaslok ilyet. Ez a te koncepciód. Hát ez egy átlagos felmérés alapján elmondott vélemény. De nem ez az angolok által ilyen összeért semmitérő dolgok. Nem, viszont ha jól látom, akkor Bakos Zsoltra megérkezik Csáki László, most visszapróbálja venni azt az első helyet, amit elvettek tőle. Ahogy mondjuk, nagyon komolyan megérkezik, viszont szerintem itt a kanyarokban még kivár, és megpróbáltuk talán a szélárnyékkal a hosszú-hosszú rajt egyenesnél. Na nézzük a két felet, szerintem kicsikézíten lecsúsztak, vagy inkább kicsit ilyen... Csak így eltávolodtak egymástól, bár Csáki Gergely talán inkább jobb szélárnyékot tud venni, de itt még messze van. Talán csak ráijeszteni tud Lacira. Hát azért sokkal közelebb van, mint volt eddig. Igen, de Laci már úgy látom, azért a híveket nagyon védi. Bár most Csáki Gergely... De ott van! Hoppá, és a két Ferrari hibázik mind a két Ferrari, és Obest! Neki csúcson egy picikét a falnak! Ijjaj! Kérem, a két Ferrari, mondjuk szerencsétlenkedés, vagy nem is tudom mit mondjak rá, ebből Obest jött ki rosszul. Na, erre mondjál nekem valamit. Na, itt látszik Csáki Gergely kamera szögéből, hogy Lacinál már ott blokkol az első, jobb első kerék. És de itt miért? Értek össze. De miért fékezett ekkor a Csáki, Laci? Szerintem nagyobb volt a lendülete, meg hát ugye a csapattárs előtt próbált menekülni, és ugye a megcsúszásból kifolyott Csáki Gergely is a fékre, és Obest meg oda bekerült oda mindenki közé. Hát Obest megint csak megjelent itt. Most hát tudod, ezt nem csodálom. Azt kell mondanom neked, hogy a Ferrari ott ezen ott a... Le is ficcett egy pici az első szárnyából, ott a jobb eleje eltűnt. Figyelj csak, Obest ezen a futamon kétszer szivatta meg a Ferrari. Na? Hát szerintem nála el fog gurulni a gyógyszer. Hát ha ne, hát nem is tudom, hát maximum a Ferrari miatt. Esetleg. Na de nézzük közben, mert azt hiszem, hogy érkezik is meg Obert szépen itten Csáki Lászlóra. Na most lehet, hogy visszaadja neki. Az valószínű. Nem hagyja annyiba. Próbál belülről menni, de Laci zárja a szöget. Obert előtt. És ha jól látom, akkor közben Csáki Gergely el is ment Csáki László mellett. És Csáki László a harmadik helyen van, és Obest is. Lehet, hogy Csáki Laci autójában van valami. Tudom. Ez mi volt, kérem? Ez mi volt? Hát lehet, hogy az a Ferrari kapott. Igen, ha nem, akkor a gumi kapott. Így kell menekülni, kérem szépen, átvágjuk a pályát. Hát itt menekült mindenhogy, valahogy próbál menni, miközben Németh Balázs ismét hibázik egy keményet. Ott van valami, kérem szépen. Ha csak nem előjöttek már a gumi problémák. Hát azért a hatodik kör még egy kicsit korai. Én nem tudom, na nézzük Németh Balázsnál. Nem vagyok én ebbe biztos, Laci. Azt mondod? Azt, nagyon azt mondom, sőt ott még előtte is van valaki, ha jól látom. Az Bán Dénes, kérlek. Szerintem ennyit bírnak a gumik. Meglátjuk, hogy a többiek mikor jönnek az élbolyból. Juhász már volt kint mondjuk, ha jól látom, meg Waldinger Bence is, de úgy gondolom egy ilyen nem tervezett cserén. Ezért a Szabót nézzük itt a hátsó régióban.
ő is szépen rúgja itt a köröket, próbálkozik felzárkózni Obestre és a Ferrarikra. Mondjuk még Szabó is elég közel van, beleszólítható, és úgy látom, hogy Obest hibázik, ez Szabónak jelent nagyon jó revansot. Na nézzük, és itt Obest megint ki is ment. Hát ez egy komoly előzés. Vagy inkább szerintem egy laza előzés, az nem olyan biztos, mert Obest még ott van, azt nem fogja annyiba hagyni, ha jól látom. És jön és visszateszi az autót, egymás mellett a két pilóta, és Obest visszaszedi a pozíciót. Báj, de komoly pillanat volt, kérem. Erre két profi képes, hogy egy kanyarba így megcsinálják. Hát tényleg elég komoly volt. Itt Obest hibázik, Szabó jön, tempó előnyből megelőzi a Haasost. Megy el mellette, itt igazándiból nem tud Obest mit kezdeni Szabóval. És itt a szélárnyékban még talán itt az egy picit vissza tudott bújni hozzá. Milyen komoly tempóba jöttek meg mind a ketten. Kérlek, ez lassításból gyönyörű lesz, hogy a két pilóta azért érzi azt, hogy hol a határ. Igen, Szabó terhel rá, Obest ott van, tartja ott az autót, és nem érnek össze. És nem ér össze a két autó, gyönyörű pillanatok! Azért a kisiabb körmehegyet nem tettem volna oda a két autó közé. Én sem nagyon, valószínű. És itt pedig már Obest elmegy, talán ő volt a jobb pozícióban, Szabó egy picit kiszorult, és a rosszabb ívre keveredett. Oh, de gyönyörű! Na, ezt az évvégi összefoglalóban szerintem be kell rakni. Az biztos. De nem csak ez, még nagyon sok jó jelenet van az előző utamokból. Abszolút. És itt Szabó egy picikét, ha jól minden igaz, akkor kicsit leshodródott. Obest pedig elment. Talán ez egy nagyon jó taktika, nem? Hogy amit most Obest csinált, hogy el kell engedni a téregyenesben az ilyen pilótát, és utána visszaszedni, egy kicsit jobb kanyartempóval bemenni. Igen, csak ugye itt ki kell játszani azt, hogy tudsz-e annyival mélyebb féktávot venni? Igen, meg ugye ennek a másik pilótának is belülnek kell tehát itt lenni a dolgokra. Na nézzük Zakost, aki a harmadik helyről indult és jelenleg vezeti a barcelonai nagydíjat. Ő is csúszkál már rendesen. Viszont a két Ferrari elő nem nagyon tudott eddig meglógni. Ez is nagyon érdekes. Még nem, de még hosszú a verseny. Hosszú a verseny, viszont egyre jobban kopnak azok a gumik. Sáki Gergely pedig egyre, itt a hátsó régióban talán egy picit jobban. Hoppá, Sáki László! Megforgott, és itt mondom a gumikat, hogy itt a gumik már szerintem kopottak, és nézzük, Sáki Gergely meg is támadja Bakos Zsoltot, és elmegy mellette! Na nézzük, és Bakos! Hát mit művelt? És összetört a Red Bull! És jön Obest is elmegy, és jön Szabó is! És Bakos pedig be kell, hogy menjen a boxba! És még Sáki László is elmegy, hát itt elmegy az egész mezőny. Hát kérem, az első, második helyen összeakadt a Ferrari és a Red Bull. Na nézzük, Sáki Gergely kijön, Bakos ott van. Nézzük lassításba. Hát ez egy elég érdekes szituáció. Igazából itt az a kérdés, hogy jó, oké, persze, ideális évről jobb kanyarodni, ez tény és való, de azért féktávon behúzni a másik elé. Hát ilyen közelségben. Tehát ez egy kicsit ilyen, nem tudom minek mondjam. Viszont, itt már látszik, hogy megy befele Gergely. Viszont teljes autóval előtte volt. Teljes igen. Autóval. Hát... Mondjuk nagyon nagy, tehát nagyon nagy a tempó, az is tény, tehát erre reagálni nagyon nehéz. Ne nekem kelljen döntenem, az a lényeg. Hát figyelj, laikus szemmel én ezt ilyen közös lónak túrós a háta címszóval. Az egyik bement, a másik ráfutott, kész, tehát versenyszituációnak én ezt elkönyvelem. Jó, de egy tény van, tehát hogy oké, versenyszituáció, de Bakos autója megsérült. Tehát jelenleg az első helyről az ötödiken van. Na innét fölhozni vissza az autót, az kegyetlen nehéz dolog. Tehát az a baj szerintem, ilyenkor az ember, mondtál, elgurul a gyógyszer, én nem is tudom. Tehát, hogy ha én lennék ott,
Na de mindegy, nézzük közben az eseményeket. Viszont Csáki Gergely az, aki igazándiból ellépett mindenkitől, és csúszkál itt a Ferrarival. Ugyanis ugye Csáki Gergely megcsúszott. Na most kell Olbersnek megmutatni akkor, hogy mit tud. És közben Szabó és Olbers is ott vannak egymás mögött. Most már mellett van. Na Szabó megint megpróbálkozik, és Olbers visszamegy mellé. Nem, de ez még nem biztos, még mindig nem biztos, hogy megvan az a pozíció. Hát talán most már el lehet könyvelni, hogy Szabó elment. Nagyon fogynak szerintem azok a gumik. Kérlek szépen, hogy meglátjuk, hogy... Hoppá! Hoppá! És Szabóval is mi történt, és Robert is keresztbe állt! Hát mi történnek ezek a futamon? Megkommentálni nem tudom az eseményeket. Na nézzük, Szabó ott van, kívülről jön befelé Olbers, meg talán egy picit jobb, a jobb íven volt, a tapadósabb íven. Mi történt ott? Jön Szabó, ott megy elő, jön Olbers, szélárnyékban. És mi történt? Szabó hirtelen belassult, hogy mi történik? Hát figyelj, a lassításban az látszik, hogy Oberst nagyon hirtelen közeledik egy kigyorsításon Szabóra, szerintem ott a fékrendszerrel volt valami Szabónál. Igen, Oberst reagált valahogy, ahogy tudott menekülni. Hát a satúfék, aztán kész, keresztbe az autó. És ha jól látom, Szabónak meg keresztbe a kormánya, a kerekek. Nem a fék. Én nem tudom, mi történt ott. Azt a Szabó ott oldalt. Kérem, a második, harmadik hely. És a két Ferrari elő van. 9 kör telt el, 9 és ilyen. Hát szerintem brutál jó futam. Eddig még az. Ilyen legyen a továbbiakban is. Közben pedig láthatjuk, hogy egyelőre az első 4 még nem volt kinn a boxban. Ő nem, bár szerintem már most szépen lassan elkezdenek kisonfordálni. Meglátjuk, közben itt hatalmasat fékez Juhász, hogy bevegye itt az első kanyart. Hát neki is elég zaklatott ez a futama. Szerintem Bán Dénes már a hatodik. És egy pozíciót tudott eddig javítani a rajt pozíciójától. Schmaldinger Bence is szépen itten megy, az újonc Renault-val, hoppá, hoppá, és elég szépen érkezik Bán Dénesre. Pedig ők már voltak kint, ugye? Ha minden igaz, éppen Bán Dénes, el is fékezés, Csáki Gergely pedig belemegy innét, hátulra. Schmaldinger Bence, meg ne haragudj. Hoppá, bocsánat. Beleamortizálta az autót Bán Dénes, meg közben Schmaldinger Bence is. Hát inkább a Bence amortizálta le azt az Alfát. Közben miközben próbált volna valahogy Bán Dénes is vissza a boxba bejutni. Összetörte még az Alfát. Hát szerintem én már lement a Alfába ettől. Hát ez az autóval máshova nem tudsz menni, csak Alfába. Ez egyedülön elintézte. Igen. Hát nem tudom, így olyan kicsit csúnyáskák ezek az autók. Hát nem szoktuk meg ezt a látványt én, vagy én nem szoktam meg legalábbis. Na nézzük, itt Bán Dénes elfékezi, hogy nem tudom, megcsúszik egy pillanatra, és Schmaldinger Bence ilyen hátulról is eltalálja. Ott pedig Csáki László eltett, vagy nem tudom, az egyik Ferrari is. Itt jön Schmaldinger Bence. Igen komolyan eltalálja a Bán Dénest. Egyszerre két autót is leamortizál a sajátját. Hát, igen. Most erre mit mondjak? Vannak erre szavak, Lati? Én is keresem őket, kérlek. Lehet, hogy az a legjobb ilyenkor, hogy csak ülnénk és néznénk. És mindenki azt gondoljon, amit akar. Ez nem jó ötlet szerinted? Nem tudom. Mondjuk igen keményet kapott Bán Dénes.
De az milyen már saját roncsaidat tolod arrébb? Hát ez ilyen, kérlek. Na, vissza az élő meccshez. Csáki Gergely első helyen, és még a 11. körben mindig nem volt kinn a boxban. Látszik egyébként, hogy még mindig csúszkál az a Ferrarival. Nem tudom, meddig bírja ez az autó, és hát ez a gumi. Az is lehet, hogy termeli a gumi. Hát figyelj, hogyha a lehulló törmeléket szedi föl a pályáról, akkor valószínűleg, hogy egyre vastagabb az a gumi. Én nem tudom. Ez bejön Csáki László is mögötte szépen. Na, óvers, hát az ő autója is kapott már, ha jól látom. Bázanyám. Ez a fordulemez, mint a meg lenne sérülve már ott jobb oldalt. Viszont ugye, hogyha a kiírásoknak hihetünk, akkor a második helyen autózó Csáki László és a képen látható Oberst, és most már a képen látható Szabó is a negyedik helyen már voltak kinn a boxban. El is fékeztek egy picit Szabó füstölősre. Hát új gumi be kell koptatni, tudod. De ennyire. Pedig juhász. Na, bakos volt, igen. Neki kellemetlen ez a hatodik hely most. Most átrágni itt az egész mezőnyön magát, főleg ilyen hátrányból. Nem tudom, hogy mennyi esélye van neki. Hát neki ez egy hosszú hadjárat lesz így. De Bakos az meg szokott küzdeni az ilyen dolgokkal. Neki is néha elgurul a gyógyszer, vagy nem tudom. Így varázsütésre olyan időket tud autózni szerintem, hogy majd meglátjuk. Pedig ha jól látom, Bence kicsit küzdködik azzal a Renault-val, szerintem nincs meg a megfelelő beállítás még. Nem csodálom, hogyha már ütközött Bándénessel. Lehet, hogy ott sérült még valami, és Bándénes ismét a falban! Hoppá! Éppen, hogy elkerülte. Na, én oda nem tettem volna a kisfiam körbenhegítse. Jó, akkor egyikünk se tegye oda. Hát én a tiédét oda tenném. Na. És Csáki Gergely a boxban a 12. kör, kérem szépen. Mögötte jócskán lemaradva a csapattársa, viszont közel van hozzá Oberst. Hát na igen, itt érdekes nézni, például Bakos Zsolt mekkorát bukott az elején. Igen, hát Csáki Gergelyhez képest egy kör hátránya van. És pont ott, ugye ott törte össze az autót, ahol nem kellett volna elvileg, mert pont elkerülted a boxot, és akkor egy pályányit végig kell menni. Igen. És ott a háttérben, kérem, ott a háttérben egy Ferrari és egy Haas. Messze van szerintem még Oberst. Bár a szélárnyékot igencsak érzi, meg a nyomást is Csáki Laci, ha jól látom. Na most kezd talán Oberst egy picikét közelebb lopózni. És jön a házszal, Csáki Laci meg érzi a nyomást, le is szélesedik egy picikét, és Oberst el tud-e menni mellette? A külső jövőről körbeautózza, Csáki Laci meg védi az ívet, és Oberst kappal összejönnek, és szépen kivédekezte ezt a támadás Csáki Laci. És leszélesedik ismét a pályára, ezt nem szabad ilyenkor, nem szabad, és Oberst kívülről jön, és elmegy. És itt a hátsó egyenesben nézzük, ott van Csáki Laci, visszatámad, bebújik ismét, és nagyon keményen nem tudta bevenni. Jaj, de csúnya volt, megetetés volt, kérem szépen. Oberst igen, megetette egy picit Csáki Lacit, bár most érdemes nézni, hoppá, ottan pedig összeütköznek, csúsztak kerültem a pályán, és jön Csáki Laci és Oberst, itten küzdenek egymással, Csáki Laci majdnem begyorszik a boxba. És lecsúszott egy picit az ívről. Na nézzük, mi történt! Németh Balázs és Juhász Gábor. Ők is összeértek, Juhász Gábor itt egy picit megijedt, hogy ott van mellett egy másik autó. Itt úgy látom, Juhász egy picit előbb el tudott fordulni, és jön Németh is. Fordul rá, és ráhúzta az autót. Csúszik ki mind a kettő egy picit összeértek, és juhász. Ez ismerős szituáció, csak ez csapaton belül szebb mutatvány volt Ausztrián. De szép pirulettek vannak itt, kérem. De ezt öröm nézni egyébként. Az biztos, viszont úgy vettem, hogy Juhász Gábor, ajjajjaj, de szépen hátra tolatott.
És négyen egy helyen lettek. És közben jön Szabó is. Hoppá! Ide közel van! Hoppá, micsoda reflexek vannak! Az de komoly pillanatok! Na, ebből majdnem egy hatalmas baleset lett a vége. Na nézzék, itt van ismét Németh Balázs és Juhász összeakadása, gyönyörű pillanatként. Itt csúszik ki mind a kettő szépen. Juhász csúszik keresztül, itt egy féket kellett volna nyomni, azt szerintem Juhásznak, vagy nem tudom. Lehet, hogy nem ártott volna, bár akkor pont ott maradt volna, ahol a két Ferrari motoros pilóta. Na, itt... De Szabó, milyen reflexel jött? Jobbra, balra, mindenfelé. Igazából én azt nem értem, hogy az a Force India mi a túrónak indul el, amikor látja, hogy jönnek? Ez egy jó kérdés. Tehát ilyenkor is... megvárom, amíg elmennek. Na nézzük Szabó, de komoly, megpróbál balra kitérni, látja, jön a Force Indiás juhász. Rántja itt, ki itt jobbra. Itt a féken áll a Szabó lába. Úgy, de nem gyenge. Csak omulott. Nagyon komoly volt, hát ilyen, hát ez külön taps. Hát ez kemény volt, kérem. Na, itt pedig Csáki László, óvers mögött. A két László úgy látom, itt lassan egymásra talál. László Tan. VS László. Igen, na erre kíváncsi leszek még, mert ez még nincs, ha jól látom is lejátsz az a meccs. Piros autóban utazó úriember, és a fehér autóban. Védekező úriember? Hát körülbelül, kérem szépen, körülbelül. Hát ott elől a házszal nagyon-nagyon fékezget Óbers Laci. Igen, viszont az agresszivitásnak meg is van az előnye, mert lassan-lassan azért lopja a távolságot Csáki Lacitól. Igen, talán itt egy kicsikét talált valami újabb sebességfokozatot, vagy nem tudom. Ja, csak a házban, csak Óbersnek van egy 8-as fokozat. Tudod, kapcsolja a 8-asba. Ja, értem. Vagy egy 9-es. De Csáki Gergely itt az élen megy. Hát ő neki igazán olyan nyugodt futama van eddig most itt. Hát relatíve azért az ő autója is kapott hátulról. Kapott, mert elég sok kalamajkába belekeveredett ő is. Bizony, bizony. Félig meddig megúszta, félig meddig nem. Na nézzük akkor a rajtot. Na nézzük Szabó szemszögéből. Mit láthatunk szépen? Ó, de komoly! És Németh Balázs, igen, ő volt, aki beragadt. Szabónak milyen reflexei vannak itt ezen a futamon? Hát szerintem ő is talált valamit magában. Ó, de komoly, ott is a juhász volt, aki oda. Igen, ő volt az. Force Indiával, Bán Dénes Tali be hátulról. Ezek sem valami szép pillanatok, itt repkednek az alkatrészek. Ketten, hogy csúsznak ki. Közben pedig ott Bán Dénes, hogy kiugratott ott át. Igen, ő volt az. Bakos is nagyon komoly rajt. Hogyan? Hogyan? Hogyan hagyta Óbercset meg Csáki Lacit? Milyen komolyan megfogta a rajtot? Hoppá, és Óbert bedugta az orrát még egy pillanatra ide Bakoshoz. Hihihi, az gyönyörű volt. Megmutatom Óbercset, hogy milyen fával faragták. Hát, kemény, nagyon kemény. A Bakos innét lesz érdemes nézni, azért milyen gyönyörű odanéz, hogy elfogta a rajtot. Ez egy tökéletes rajt pillanata szerintem Bakosnál. És közben otthon védekezi, védje a pozíciót, de jobban és balra is érkeznek meg Bakosra. Itt, hogy Óbers egy picikét talán még ott bent tudott volna maradni, de Bakosnak talán jobban sikerületet tudta kidolgítani, előbb átrof lépni az állba. Igen, tehát Bakosnak nagyobb volt a kanyarban a lendülete. Kicsit ideálisabban tudta venni azt a kanyart. De szép volt egyébként. És pedig nem hagyja magát Óbers. Ott van a második helyen. És a nyakába a Ferrari. De nézzük Németh Balázst! Hát ilyen... bealudt. Be. Szerintem legközelebb ilyen egy párnát is ott aludt olyan egyet. Hát majd nem tudom, szóljon a csapatnak, hogy az izotóniás italiás cseréjéket Red Bullra. Lehet, ami nyugtató volt benne.
De szabadon milyen reflexe van, ez az hihetetlen. Itt az ütközés, Bán Dénes és illet... Hát ez egy érdekes szituáció megint csak. Bár talán Juhász volt az, aki későn fékezett. Úgyhogy Csáki Laci hibázott, és ugye német Balázsval jött össze, ottan köztek egy kicsikét. És Waldinger Bence is jön. Benézte is egy kicsikét ezt a kanyart, és itt német Balázsval koccantak egy pillanatra. Ja, itt megint Szabónak kell jó reflexzel rendelkezni, kérem szépen. Oda néz, elé fordul a Renault. Ez hogy kerül ki, oda néz? Mint ahogy se lenne. Hát erre sincsenek szavak már. Itt minden volt Szabónál. Ha lehetne ilyen díjat adni Szabónak, ilyen reflex díjat, én nem is tudom mit. Szerintem most simán megérdemelne. Hát igen. Ez a véleményem. Na hát Oberst. Oberst a második helyen battat jelenleg. És mögötte Csáki László. Mögötte Csáki László. A Csáki László ugye az első helyről a harmadikon tart. Oberst tartja azt a második pozíciót szépen. Csáki Gergely viszont ötödik helyről indulva az első helyen van. Mondjuk ugye a Bakossa való ütközése mennyivel volt legális, vagy nem legális, nem tudom. Megtörtént. Meg. Ez így alakult. De sajnos hát... Ugye nincsen ha az autósportban. Így ugye mi lett volna, ha nem történik ez meg. Sajnos megtörtént. Azzal kell beérnie mindenkinek, ami jutott. Hát majd esetleg... Óhnak a futam után, aztán meglátjuk a következő futamon, ami már ugye Amerikába fog zajlani majd. Hát igen, oda is remélem, hogy nem tart sokáig megérkezni. Hát Barcelona meg Amerika között azért van egy nagy óceán, de amúgy megoldják a srácok. Áteveznek. De átám, mi az, hogy nincs kérdés. Ha más nem, akkor vízi biciklivel áttekernek. Azért annak részese lennék. Az egy érdekes verseny lenne. Elindulná? Egy ilyen óceáni vízi bicikli versenyen? Ha, nem lenne kérdés, hallod? Felkészülnél egy ilyenre? Hogyan készülni? Balatonba elmenni gyakorolni? Hogy a Balatonba hagyjál már. Kádomba. Ja, értem. Persze. Rakték bele egy pedált, azt hajtanám. Gratulálok. Figyelj! Occo, kici kínai occokádja. Na, azzal a felkészülésen ezért mennénk egy óceán. Annak közben nézzük Juhász és Waldinger Bencet, akik egymásra találnak itt szépen a hátsó régióban. És Waldinger Bence megcsúszik! Hú, ha megfogta volna az autót, de komoly lett volna. De megfogta az autót, na! De nem úgy, hanem nem forgott volna meg. Szép driftet itt bemutatott volna. Az a baj, hogy a levegőbe repült az autó, hála a rázófeknek. Amúgy szép volt. Hála azoknak a hurkakerékvetőknek. Igen, szakszavaid, ezek a hurkakerékvetős dolgaid. Hát figyelj, mi, akkor nézzük a tiéddel, tehát a kalbászkerékvető. De hát az nem jobb. Hát figyelj, kinek mi, ezt már megbeszéltük egyszer, kalbász vagy hurka, egyre megy, mindegyik made in Taiwan. Hát figyelj, a 17. körnél járunk a 48-os időben, lassan itt kezdek megéhezni, úgyhogy teszünk valamit. Hoppá, itt közben Bakos elmegy, Waldinger Bence mellett, igazán jó, ez már jól látom, akkor letörözés. Így van, jó a szemed még mindig. Hát valamire jó. Amit kell, azt meglátok, tudod? Így van, így van. Ja, hát... Zsolt még mindig az ötödik helyen a Red Bull-lal. Nem tudom, Szabó átadja a helyet. Egy kisebb csapattal, de... Van egy olyan gyanúm, hogy nem fogja olyan könnyen adni. Hát, ha Zsolt utoléri, akkor ott ez egy kemény csata lesz. Hát van még rá elvileg 30 köre. És
közben volt egy sárga zászló, kettes szektorban, nagyon láttam. Igen, hát ott a Bence kicsit leszélesítette megint a pályát. De mire kimondtam, már visszatért. Miért él a Terminátor? Az élők sorába. Na, egy harmadik szektoros sárga zászló. Hoppa, az is Bence. Kérem szépen, mi van a Renault-val? Vagy a Renault, vagy a gumi, vagy Bence. Na, bemegy a boxba, bemegy a boxba? Nem. Hoppá! Az egyik Ferrari keresztben a boxbejáratánál! A Csáki László lesz szerintem. Nem a Gergely? Én nem tudom. Volt annyi előnye, hogy megőrizte esetleg az első helyet? Szerintem volt. Hát mi történt? Nézzük. Ott a Csáki Gergely, kérem szépen, megúszik a hátulja az autónak. Majdnem bemegy a boxba, elmegy mellette Bence, és utána jön vissza, és a háttérből érkezik már Robert. Na nézzük belső kamerából, hát ott a rázókő. A hurkakerékvető, kérem szépen, hurkakerékvető. Hallod, neked kellett mondani ezt a hurkakerékvetőt. Egy Csáki Gergelyt megzavarta egy pillanat alatt. Persze, mert ő a kalbászra gondolt. Már ő is éhes. Ha csak nem vakart valamit. Hát nem mindegy, hogy akarom, vagy vakarom. De úgy látom, hogy Óbersnél nagyon ott van az, hogy akarom azt az első helyet is, és közeledik Csáki Gergelyre. Hát én arra még kíváncsi leszek azért. Bár itt is egy picit fékezget Csáki Gergely. És hát ez már a háttérben, már Robert volt. Így van, itt is érkezik, kérem szépen. Na, a Renault föltartja el a Robertet, nem? Szépen elengedte. Nagyobb dolgában nem akart beleszólni egyelőre. Lehet, hogy ám ott a Ferrari-nál van valami, közben Óvás is hibázik. Na, ezt nem szabad megengedni, ha üldöző valakit. Hát figyelj, ahhoz képest, hogy Óvás mekkorát hibázott, szerintem Csáki Gergely. Nyilván nagyobbat hibázott, de amikor érzékeled, tehát hogy nyomod neki, és adsz neki egy kis nyomatékot, és védekeznie kell a másiknak, akkor azért úgy, hogy látj, hogy az idők csökkennek, na akkor nyomás alatt lesz. Akkor igen, szerintem már érzi, na egy kicsit utazzunk itt Csáki Gergellyel. Nézzük, hogy közeledik Óbert. Hát egyelőre nem is látni. Rossz a szemed. Az a hátsó kis pötty valami, az ott Óbert akar lenni? Jó, majd csak figyelj. Hát én figyelem, igen, azt a hátsó kis pöttyöt. Na jó, most már egy kis csík. Egyre nagyobb az a pötty. Az lehet. Lehet egyébként, hogy nem ugyanazon a gumitaktikán vannak. Meg lehet, kérlek, meg lehet. És egy hiba Csáki Gergelytől, még egy hiba. Robert szépen áttette ezen a kerékvetőn, és megy is Robert a boxban. Na, ez egy érdekes pillanat itt, kérem szépen, ugyanis lehet, hogy Robert László megpróbál Csáki Gergely elé vágni egy kiállással, egy korai kiállással. Ez egy érdekes momentum. Na, Robert második box. Visszaesett a harmadik helyre egyelőre, és úgy láttam, egy pillanat Szabó is becsúszott, így van, ő is a második boxot teljesíti. Ez érdekes lehet még, Csáki Gergelyre is nézve. Vajon meddig tud kilenni a Ferrari is? Igazából mindkét Ferrari-nál kérdéses. Mondjuk igen, de mondjuk Csáki Laci... Hoppá! Közben Német Balázs és Juhász Gábor ismét egymásra találnak, és ugyanott megforgatják egymást, nem forgatják meg most. Az ominózus kanyarjuk. Juhász egy picit leszélesíti a pályát, meg is csúszik. Hát úgy látom, hogy ezt az autót nem annyira könnyű vezetni. Még nem, de szerintem ott a Force India föl tud nőni a feladathoz. Igen, illetve Juhász is egy elég komoly pilóta. Van benne még.
Van. Szerintem itt egy kicsi beállítási problémája van a Force India pilótának. Hoppa, közben német Balázs meg megint megforog. Nem kell ehhez Juhász Gábor, hogy megforgassa az autót. Hát így német Balázs a hetedik helyre csúszott vissza. Hey, Juhász, vagy bocsánat, német Balázst is már látunk egy pár ilyen megforgás ezen a futamon. Jó, de legalább nem törte össze az autót. Hát még nem. Jó, mondjuk még hosszú a verseny. Hát lassan a feléhez elérkezünk, de azért még van vissza. És Balkos még mindig az ötödik. Nem tudom, hogy tud-e kezdeni valamit a többiekkel. Zárkózik föl, de nagyon elmentek eddig a többiek előtte. Igazából ez a se előttem, se mögöttem kategória, egy autózik a levegőben. De jó, legalább azért... a saját tempóját tudja autózni, ne arra úgy, hogy szabadba vágtam. Ah, nincs gond, csak én is azon gondolkodtam, hogy azért, igen, legalább azért nem adja föl, és megy. És megfutja a leggyorsabb kört is jelenleg. De megám. Ha más nem, legalább azért az egy pontocskáért megy. Azért még megy. Mert hát azért a plusz egy pontért, kérem szépen. Nyilván nyomja is kell neki a gázt. Látszik is a tempón egy picikét azért hibázgat. Te szavaiddal élve, ezt nem szabad engedni. Na jó, de hogyha azért, tehát a határokon autózol, akkor ez van. Igen, ott nehéz kezdeni az autóval valamit. De közben a negyedik helyen Szabó. Meg kell dicsérni azért Szabó Márkot is, hogy ilyen kaotikus versenyen mégis ott van a negyedik helyen. Hát, ahogy elnéztem eddig a futamát, nem sokon múlt, hogy ne legyen ott, hanem háromszor is. Azért mondom, tehát ez igen. Na, ez teljesítmény. Valószínűleg gyakorolt erre a futamra, vagy én nem tudom. Hát figyelj, szerintem mindenki gyakorolt, csak hát ki megtalálta magának megfelelő beállításokat, ki nem. Na, egyébként azt hallgattam, hogy itt ennek a Honda motornak nincs olyan rossz hangja. Kicsit ilyen rekesztes, de amúgy nem olyan rossz. Nem, olyan visszaváltásnál érdekes hangja van, de amúgy nem rossz tényleg. Óbert csinál szépen. Jelenleg a harmadik helyen állna. Ő is most szerintem szépen agyagy jön föl a Ferrari felé. A Csáki László. Hát Csáki Laci nem fog mit kezdeni itten Oberstel, mert Oberstnek nagyon nagy gumielőnye van most. Igen, hát ez még később alakulhat másképp, mert ugye Csáki Laci még nem volt a boxban, mint a második kiállásán, Oberst viszont már odaér mögé, úgyhogy már volt kétszer a boxban. Igen, viszont ha Csáki Laci tudtunk maradni egy jó pár körig, egy jó 4-5-6 körig, viszont akkor viszont szerintem Oberstnek is lesz félni valója, mert lehet, hogy megsporol mondjuk egy kiállást. Nyilván itt most nem lesz ellenfele. Mire gondolsz? Eltolt három kiállásos taktikára? Esetleg az is lehet. Talán az is lehet, figyelj. Most a Ferrarinak megvan az a taktikai előnye, hogy ugye tud védekezni Oberstelen is, ugye Csáki Lacival, vagy Csáki Gergelyel. Tud támadni. Vagy esetleg fordítva. Igen, figyelj, ez még az elkövetkezendő 23 kör rejtélye marad, aztán meglátjuk. Én kíváncsian várom egyébként. Csáki Gergely volt, és előtte pedig valaki van, akit lekörőz. Bakos volt, ha jól láttam. Igen, Csáki Gergely. Megy a boxba. Na, ez egy érdekes pillanat. Nézzük akkor, hova érkezik Csáki Gergely
vissza, és Oberst hol jön, és a Csáki Laci a másik Ferrarival hol jön. És itt jön, fordul rá. Na nézzük, 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 nézzük. Itt Oberst jön, és Csáki Lacival szemben. Ilyen Csáki Laci próbál védekezni. Csáki Gergely még a boxban állt. És akkor itt a taktikai különbség, kérem szépen. Hoppá, nem tudott elmenni Oberst még Csáki Laci mellett. Túl mély féktávot akart venni azzal a hátszal. Viszont most, amit Csáki Laci csinál, hogy megpróbálja föltartani Oberstet, az Csáki Gergelynek tesz jót. Hogy Csáki Laci meg is csúszik, na Oberst ott van, nézzük, 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 feltartja, beszúr-e, nem szúr be. De beszúr! Hát jó, hogy elmegy mellette! Jaj, de mit művel! Hát de komolyan ment el, és neki is megy egy picit Csáki Laci Oberstnek. Na ez már nem volt fel, kérem. Hát figyelj, én ezt ugyanúgy gondolom, mint ami a... az első-második helyen történt, Csáki Gergely. Aj, és megcsúszik még, megcsúszik Laci. Csáki Laci, és most megy el Csáki Gergely. Hát, viszont most arra leszek kíváncsi, hány kör? Három kör, ugye? Három körösek a gumik. Tehát Csáki... Arra gondolok ugye, hogy kb. 3 plusz kör volt Csáki Gergelynél, ugye? Igen. Tehát Oberstel szemben, 3 kör. 3 vagy 4, most nem emlékszem annyira pontosan. Na erre már még kíváncsi leszek, hogy majd amikor odaér, odaérünk, hogy a Oberstnek a gumia elkopik, akkor Csáki Gergelynek még ugye tapadni fog. Hát figyelj, hogyha hihetünk annak a kiírásnak, amit látunk, akkor 4,5 másodperc van köztük. Az előbb meg 5-2 volt, itt pedig nyilván Gabit vizsgálták, és egy visszajáthatásos büntetés kapott. Vagy gyorshajtás? Gyorshajtás, hát ilyen mondtam. Gyorshajtás a box utcába, és szerintem az egy áthajtásos büntetés lesz neki. Így előre láthatóan. Na kérem, tehát 5 másodpercről indultunk az első-második hely között, most már 4,1-nél tartunk, és ott is van az áthajtásos büntetés. Juhász Gábornak. A Csáki Gergely ezt a hátsó kanyart vágta egy picit. Na hát... igen. Ez még itt egy érdekes csata lehet. Tehát, ha jól számolom, akkor 3 kör. Lehet, hogy csak 2. Ennyivel frissebbek jönnek Csáki Gergely gumiai. Hoppá, és Waldinger Bence pedig a bentbe a boxba is megforgatja a Renault. Na, egy picit hátrébb, egy picit előrébb, na, egy vezetőszárnyat ott hagyunk. És közben jön hátulról, az meg juhász lesz. Vagy német. Na kérem, most, hogy belementünk itt a Dodge Partyba, tegyük helyre azt az első szárnyat. Tegyük a helyére, ami a helyére való. Hát igen, na viszont ha jól láttam, akkor ugye Szabó kontra Csáki Laci, és Szabó nyert. Így van, tehát Szabó följött a harmadik helyre, mi Csáki László pedig a negyedik. De ugye azt, na mondjuk igen, Szabó is előbb kint volt, mint Csáki Laci, úgyhogy ezért tudott a harmadik helyen ott lenni. Igen, tehát ennyit lát, itt látszik, hogy ennyit ér egy korai kiállás. Nem biztos, hogy érdemes tovább húzni magát ugyebár itt a kereket, tehát a gumikat, mert... Kérlek, szabad ne feledd, a reklám után folytatjuk. A GD Inox Kft. Támogatásával készültek. Minden, ami rozsdamentes acél. GD Inox és rozsdamentes acéltermékek gyártása.
Na most, hogy újra itt vagyunk, kérlek már, az elméleti kifejtésedet akkor folytasd. Hát, hogy itt tartottam, várjál? Tehát, itt látszik az, hogy ez a Bakos Zsolt benne a falban! És összetört az autó! Az ötödik helyről! A Red Bull benne a falban és a kalicságyban! Hát mi történt? Na ez nem tett jó Zsoltnak! És megint összetörik az autó, ugyanúgy! Viszont most... Hoppá! Hoppá! Óriási burulás, óriási baleset! És Bakos Zsoltnak itt a vége a futama! Futamának! Hát sajnos, na viszont... További izgalmak várhatók én szerintem, és az első-második helyen. Igen, úgyhogy Csáhi Gergely is megérkezik. Óbest mögé, szépen megpróbálja a külső jövőbe utazni, mert itt a szélárnyékot nem használja ki. Mellé érkezik a Ferrarival, nézzük! És jön közben Német is! És elment Óbest mellett, Óbest megpróbál visszabújni szélárnyékban, de nem tud visszabújni! Elmegy, és közben jön Német Balázs is! De ő már lekörözött pilóta, úgyhogy nem valószínűleg sokat fog zavarni. Hát igen, na itt jön ki a gumi előny. Na erre ezt akartam kifejteni neked, ugye egy három kör ennyit számít, illetve egy eltolt taktika, vagy egy előbbi, előző, vagy egy korábbi kiállás. Hát jó, ennyi. Óversált ki korábban. Csáki Gergely később, így frissebbek sokkal a gumiai. Három kör, kérem, három kör. Négy. Én három kört számoltam. Akkor legyen három, igazat adok neked. Nem bizony, hogy igazam van, de... Közben jól láttam, hogy Óbest meg Német Balázs egy kicsit csatázgattak, vagy nem tudom. Hát igen, az nem baj, hogyha megvan az izgalom, tehát Német Balázsnak is legyen már egy kicsit élvezetesebb hangulata itt a pályán. Na hát és közben jön Óbest. Na. Illetve egy sárga zászló még van. Hát szerintem Német Balázs keresztbe dobta az autót. Mert ő kimaradt a képből, így van, csak most érkezik. Hát jó lemaradva. És közben Óbest pedig visszament. Hoppá, itt pedig Csáki László a harmadik helyen. Na ezt megint neki se szabad eljátszania. Bár ő messze van az Óbesttől. Érdekes dolgok alakulnak itt. Hát bizony, kérem, bizony. Nem egy egyszerű futam, pláne, hogy még 16 kör vissza van. Hú, komoly, hosszú a közvetítés. És jön Csáki Laci, még csak most fordul rá a cél egyenesen, miközben Óbest már rég elment a boxból. Hát nem gyenge. És a másik, ami még nem gyenge, egy Bakos kiesett már mikor, és még mindig a hetedik helyen van jelenleg. Kérem szépen, hogyha jól emlékszem, ugye a lekörözötteknek vissza kell venni a körüket. Ez így van. Hoppá, közben Szabó is megfordul! A negyedik helyen, a Toro Rosso-val! Hát így Szabónak nem sikerül elvarni a szálakat. Szabónak talán ez az első ilyen hibája azon a futamon. Sokat mentett, de most úgy látszik, hogy ő is belefutott egy hibába. Hát ez legyen neki szintén a legnagyobb hibája. Maximum egy kis időt veszít. Hoppá, ott valami problémák vannak ez az autóval. Csak nem megadja magát a technika. Bízunk benne, hogy nem, mert most úgy látom, hogy szépen beindult. Igen, hozza a Toro Rossót. Nagyon szépen hozza Szabó. Bár az elején még Óbestől összeszakadt egy pillanat, ott is valami biztos történt. Hát reméljük, hogy kibírja a Toro Rosso azt a futamot. Még 15 kör van vissza. Egyre kevesebb van vissza, bízunk benne, hogy kibírja. A Német Balázs pedig az ötödik helyen hozza. Hát csak a Williams-t. Hát nem, ő hozza. Nagyon szépen hozza, kérem szépen. Igaz, hogy néha a füvön, néha a hurkakerék vettődön. De hozza. Hát ne csak de hozza, hanem be is hozza. Na itt pedig Juhász Gábor. Hatodik pozíció, öt kiállással.
Az se gyenge, és meg kell dicsérnem egyébként Juhászt, mert ilyen előkelő pozícióban azt hittem, hogy ez a Juhász ilyen leggyorsabb kör. Nem, szerintem csak megkésett egy kicsit a kiírás, mert Juhász Gábor előtt autózik valahol Csáki Gergely. Jelenleg övi a leggyorsabb kör. Hát igen, itt a végén még lehetnek érdekességek. Vajon a Haas Ferrari képes lesz-e a Ferrarit megfogni? Mivel most jelenleg gumielőnyben van, ezért lehet. Mert én azt gondolom, hogy szerintem Csáki Gergelynek még egyszer kell kijönnie. Bár ez az én taktikám, vagy az én belátásom, úgyhogy nem tudom. Hát figyelj! 14 kör. Meglátjuk. 14 kört nem bír ki egyszer gumi szerintem. 12-t bírt, ugye Csáki Gergelynek a valamelyik. Talán ő volt a leghosszabban kint legelőször. Igen. Azért 14 kör az még sok. Még az is necces, hogy Óbás nem bejön még egyszer. Hát figyelj, én azt valószínűsítem, hogy Óbás még egyszer fog menni a boxba. Mert ő egy kicsit korábban jött ki. Itt pedig Bán Dénes, Csáki László. Lekörözés. És semmi föltartással gyönyörűen elengedte a Ferrarit Bán Dénes. Pedig Waldinger Bencét figyelhetjük, ahogy hozza a 8. helyen azt a Renault-t. Hát ő is küzdik szépen. Bár azt mondta Bence elvileg a futam elején, hogy neki jelenleg az a célja, hogy behozza az autót egybe, és hogy értékes pontokat gyűjtsön. Eddig az esélye teljesen megvan rá. Eddig szépen, ja, megvan, amit mondott. Hoppá! Kellett nekünk itt mondogatni a dolgokat. Jó az, meg lesz az. Na nézzük, Óvest érkezik. Bence hatalmasat fékez. De ilyen német Balázs is, őt is elengedi. Hoppá, német! Német Balázs, nem is látunk más, csúszik ki oda, nem tudom hova. Hát, szerintem az ő autójára jobb oldalra egy ilyen hotdogos kotlát kéne felrakni, bal oldalra meg egy sörös kocsit. És akkor gyönyörűen egy pályás szélő hotdogot is idegszünk, igen? Igen, ne ott van, dalt. Szerintem ezen a futamon passzolna hozzá. Lehet. De hát Német Balázs hányat racsúzott meg? Ötötször? Abba a kanyarba sokatszor, kérlek. A Waldinger bent is elnézi itt ezt a kanyart. Hát lehet, hogy nála is már megkoptak azok a gumik. Az újoncoknak itt azért még, jól látom, lesz mit tanulni, vagy van mit tanulni. Figyelj, mindig van hova tovább fejlődni, még egy profi pilótának is. Ezt az egyet sose felejtsd el. Rendben van, fölírom, jó? Na már egyszer te mondtad, fölírom a hurkakerékvető mellé. Kiváló, kérem szépen, kiváló. Hoppá, Bence, már... Mondom, ebben a kanyarban van valami, kérem szépen. Itt mindenki eldobja a vasat. Hát lehet, hogy fogadtak német Balázzsal, hogy... Ja, ki tudja többször eldobni? Igen. Úgyhogy nem sérül meg. Jó, és akkor húztad a strigulát? Kinek mennyi? Hát mondjuk legyen egál 5-öt. Az úgy jó? Nem rossz, viszont német Balázs jobban áll, mert ő az 5-ből az 5-dik. Hát helyezésben mindenképp. Közben kicsit utazzunk Bán Dénessel, aki a 7. helyen van jelenleg. Hát reméljük, hogy ő nem bánkódik nagyon.
Hát a hetedik helyen, ha behozza, akkor szerintem nem. Szerintem behozza. Én szorítok neki. Van rá 10 köre, a 10 kört már megcsinálja. Hoppá. Ne szóld el magad. Hirtelen így megijedtem. Figyelj, valamint mondok, látod, és egyből történik valami. Lehet, hogy nekem csöndbe kéne maradnom. Az a baj, hogy nem élvezném akkor a közvetítést kéne. Na, csinálnád te a műsort, most figyelj. Hogyne, csinálják itt a srácok a műsort. Látom. Hirtelen azt hittem, hogy a motor füstölte juhásznál. Az még úgy komoly lenne, na kérem szépen. Tehát így beégett motorral, így na, jó van. Na, nagyon-nagyon füstölt a juhász. Nem lehet, hogy defektje van, vagy valami hasonló? Hát majd mindjárt féktávnál meglátjuk. Szerintem, de jól látod, az egy defekt. Hoppá, egy jobb hátsó defekt. Szerintem inkább jobb első. Jobb első? Hát ha már az elejek volt. Nem, szerintem hátsó, nem? Mi történt itt juhásszal? Nem, az egy jobb első, kérlek. Hát gyönyörű, tessék, látod, kellett nekem szólnom. Amint megszólalok, történik valami. Adjam már! Most akkor mondjam azt, hogy nézzük meg Csáki Gergelyt. Ne nézzük, csak mondtam, nehogy nekem most valami történjen tényleg. Na nézzük, Német Balázs újabb strigula. Na? Nem. Még nem. Pedig húztam volna. Persze. Húzza juhásznak. Hogy? Nem, még egy strigula a boxba. Hát figyelj, juhász a hatodik box. Hoppá, Vardinger Bence. Na, a strigula megy. Akkor Vardinger Bence, aki jelenleg vezet. Igen. Na, jó. Jajtom a futamot. Hopp, még egy. Hopp, jaj. Jaj, kérem szépen. Na, akkor ez a hetedik. Balázsnak fel kell kötni a gatyát. De nem ám itt nézünk két ismétlés, azt látod, és felhúzom a stigulát. Hát talán a szemet szúrna, ha ismétlés van. De még nincs vége a futam. Na mi van? 9 nagyon komoly kör. Már csak 8. Hát már akinek 8. Hát már akinek, egy Csáki Gergely az előbb így flisszant átotta rajtcél egyenesen, és itt pedig Oberst húzta el szintén a csíkot. Ezt jól látunk, Szabó ment el. Hát igen, Csáki Laci még csak kétszer volt kint a boxba. Az is meglepő egyébként. Juhász Gábor 6-szor. Na, Németh Balázs. Na, mi történt? Ez a Szabót nézzük. Na, Szabónak is megy a strigula. Jó, hát neki még csak a második. Hát akkor is. Hoppá! Ki volt az ott? Németh Balázs? Nem, Juhász Gábor. Hát, is kap egyet ő is. Hát, itt a gumik már éreztetik. Szerintem úgy vannak a pilóták, hogy nem nagyon szeretnének már kimenni. Próbálják kihúzni. Van igazság abban, amit mondasz. Szerintem, de ez egy nagyon kockázatos játék. Bándénes is kap a strigulát. Igen. Hova lett Bándénes? Bándénes kiesett a futamon. Na, közben nézzük Csáki Lászlót is, aki benn van a boxban és az utolsó kerékcserét. Na, neki egy nagy sansza van most. 8 körrel a vége előtt lecserélte a gumikat. Ő még okozhat meglepetést. Hát valószínűsítem, hogy igen, bár ha úgy nézzük, akkor eléggé le van már maradva. Igen, viszont most olyan tempót tud diktálni, hogy ihaj-bihaj. Attól függ, mondjuk, hogyha kemény keveréket kapta, bár nem hiszem.
Hát figyelj, pilótája válogatja, hogy neki mi minősül a keményebbik keveréknek. Lehet, hogy a Ferrari-nál, a Chucky Lassi autóján a kicsit keményebb keverék működik jobban. Lehet. A német Balást láthatjuk közben. Amúgy nem tudom, észrevetted-e, de a Williamson igencsak megtévesztő az a sötét színű első szárny. Észrevettem, hogy nem vettem észre. Olyan, mintha nem is lenne rajt. Igen, tehát ha nem látod az oldalán a feliratot, hoppácska egy kis fűszéle. Na, szóval az első szárny alkalmas fűvágásra is. Igen, sőt le is tesztelve, Szabó, még egyet kapsz, Szabó is. Ajj, kérem szépen. Egy ütögetlám itt Szabó is szépen. Mondom én, itt a gumikkal lesznek problémák. Fú! Hoppa, Bence is. Na, mindjárt megint itt ilyen holtverseny alakul ki a végére. Na, még egy, tessék. Jaj, nem bírom, csinálj valamit. Kollega, csináljon valamit! Várj, ilyen Szabó, mindjárt is megforog. Ez már egy forgatási minősítés. Egy párszor megforgatta a dolgokat itt. Na, szektor 3, megint valaki kicsúszott? Kinek húzhatom a strigulát? Szerintem Német Balázsnak. Mert hát megy a boxba, szerintem kapott az a kerék. 42. körben Német Balázs a boxban. Hát itt már mindenki kapott, halad. Hát ez szép. 5/5-ös. 5. pozíció, 5 boxsal. És mi van 6 körünk, 6 teljes kör arra, hogy itt hízogassam a strigulákat. Közben jön juhász. Hátulról támad. Össze is érnek ebbe a pillanatban, és ott az újabb strigula. A friss gumikon, ez kés strigulát ér. Hát, igen. Na, akkor tehát. De azt mondd meg nekem, strigula. Ki talál ki ilyen szót, hogy strigula? Hát akkor nevezd vonalnak. Hát jó, de én strigulának mondom. Na, nézzük közel, Bencének is húzom. Vagy nem? Meglátjuk. Nagy füstölés az megvan. Hát azért még nem jár. Most jön a kritikus szektor rész neki. Az talán megvan. Nincs meg. Nem fél ki a strigula. Szerintem húzz egy nagyot. Áttudnám az egészet inkább. Na kérem, szóval akkor most egy lekörözést láthatunk. Meg egy újabb vonalat Waldinger Bence neved mellett. Na, nézzük az idő kiírást. Az első helyen Csáki Gergely. Mögötte 25 másodpercre lemaradva Óbást, aztán 40 másodpercre az első helyzethez képest Csáki László. Aztán Szabó már 50-re volt, hoppá, ott valaki, anaki valaki, próbálkozott. Az egy bencécske volt lekörözésben. Jó, akkor ti nem kapon alatt. Jaj, nem bírom. Hiába, itt ez komoly meccs, érted? Megy a strigula. Ja, nem a forma egy a lényeg, hanem a strigula. Hát okay, simán, okay. Az én általam elindított strigula, az a lényeg. Közben jön itt ki, az Német Balázs lesz. Nem, ez egy Juhász Gábor, kérem szépen. Juhásznak is hívhattam a strigulát? Nem. Na, ott van Német. Ott volt Juhász is. Kicsit megcsúszott, de azért nem kap. Van ilyen, hogy fél strigula? Kis megcsúszás. Húzz egy negyedet. Ilyen kis pöcköt. Az a kis pöcök. Na, Óbers a második helyen, kérem szépen. Amúgy milyen érdekes, az első három helyen dobogós helyezésen Ferrari motor. Hát ez a fájó idát nagyon fekszik a Ferrari-s motorosoknak. Valószínűsítem, hogy igen.
Aztán ott van egy Honda motor is. Majd egy Williams Mercedes. Bezony, bezony. És már csak három kör. Hát ez egy elég komoly és hosszú futam, meg kell mondanom. Csáki Laci is hibázik, ő is kap egy kis pöcköt. Mindenkinek egy pöcköt. Egy pálcikát, hallod? Egy körmöst. Az. Na és szerinted kinek hány pálcás lesz a futam végeredménye? Ez egy jó kérdés. Majd én ezt kiosztogatom. Na persze. Na, negyedik helyen. Szabó eltárs. Szabó is kap egy pálcát. Ottan, ott. Te miről beszélsz mindig, kérem szépen? Márk, komolyan mondom. Hát figyelj, már a futam vége. Hát itt már kell gyűjteni a strigulát. Na, itt pedig az aktuális boxok láthatók. Nevek mögött. Az első négy helyezett, az háromszor volt eddig kint. És nagy valószínűséggel nem is fog már kijönni többször. Ez a két kört már valahogy csak végig szenvedik. Hát maximum, figyelj! Maximum kapnak egy pár darab sírgulát tőlem, de amúgy... Oppácska! Overst! Ott a négyes! Na, talán megpróbálkozunk a leggyorsabb körrel. Figyelj, előnye meg volt. A Csáki Lacihoz képest, tehát egy box belefér. Ha elengedi az első helyet, akkor még a leggyorsabb kör behúzhatja. Kérdés, hogy képes lesz-e rá? Az egy probléma van ezzel, szerintem, hogy nincs hiba. Tehát egy kör és vége. Hát ez az. Szerintem nagyon nagy a nyomás, meg az a probléma, hogyha bárki elé kerül. Na, valaki is szer... Még egy strigula, Németh Balázsnak. Nem tudom, hova írni a strigulákat. Kell egy nagyobb papír neked, vagy egy kisebb ceruza. Lehet. Na, szóval visszatérve rá, ha bárki elé kerül, ha bárki feltartja, vagy egy picit később fékez, ez nagyon necces vállalkozás így. Hát figyelj, ez attól függ, hogy... Mit tud még kisajtolni a Haas Ferrari-ból? Vajon van-e annyi tartalék még abba az autóba? De mondom, hogy itt bármi lehet, valaki kap tőlem egy strigulát, mert előtte megforog, akkor ennyi. És ott a leggyorsabb kör! Hát ki bírta sajtolni? Ez komoly volt. Csak megcsinálta Obest. Nem hittem volna. Te se? Hát ha már az első helyet nem tudta megszerezni, akkor... Hát legalább valami. Akkor a leggyorsabb kör. Igen. Na viszont ha jól láttam, akkor hamarosan itt van Csáki Gergely az első helyen, aki megkezdi az utolsó kör. Senki által nem zavartatva szépen. Tölig nyomva a gázt. Egy strigulát neki. Kettőt. Nem láttam, hogy hibázott volna itt. Nem baj, azért megérdemel kettőt. Ha nem lett volna a bakosa való ütközése, akkor még azt mondom, hogy nagyon precíz, komoly verseny lett volna. De... Így is szép futamot teljesítettél hidegben. Talán az elején meg a közepén egy kicsit Obert hagyta szorongatni, de... Aztán utána... Elnyúlott, mint a rágógumi. Igen. Aztán Obersnek is volt minden ezen a futamon. Hát ő sem panaszkodhat. Nem, elválasztotta egymásra a két Ferrari. Mondjuk még Szabó is beleszólhatott volna ott a dolgokba. Szabónál valami történt szerintem, mert nagyon visszaesett úgy. Pedig Csáki Lacit azért szorongathatta volna. Az még izgalmas lehetett volna. Na, sok a volna.
Igen, és egyébként az, hogy a vége felé már sokat hibázott Szabó is. Igen, de nem úgy, ahogy Csáki Gergely, aki lassan az utolsó előtti kanyarba van, és már nem is nyomja neki annyira a gázt. De célegyenesre érve, ebben a pillanatban három box kiállással az első helyen ér célba. Igen, és itt az öröm, örömkörök. Hát lehet is neki, kérem szépen, lehet is neki. Ez egy gyönyörű verseny volt az ő részéről. Szép, szép teljesítmény, meg kell mondani. És közben jön a Bást is. Itt az utolsó kanyarokat teljesíti. Hét kiállással behozza a hátul is. És a második helyet szerzi meg ebben a pillanatban. Hát örülhet a Haas is jelennek. Így van. Hát a leggyorsabb kör. Igen. Na, tehát itt is jogos az öröm. Abszolút. Megérdemli. Viszont a Ferrari viszi a prímet, mert a dobogó két fokozatát tudják elfoglalni. Igen, és az ön csákilat is. És a Ferrari elég sok pontot elszerez, vagy elhappol a többiek elől. És ez behozza a harmadik helyre. Így van, és konstruktőriben a Ferrari most elég sokat hozott. Szép. Nem semmi. És közben itt hátul, mikor jól látom, megy a futam közben Németh Balázs és Juhász Gábor között. Németh Balázs, aki hát, op, és a Juhásznak megy a Stigula, és Németh Balázs pedig jön, és behozza az autót az ötödik helyre, közben pedig Szabót már valószínűleg leintették. Nem, itt jön Szabó, ő is. Közben Juhász is beérkezik Force Indiával a hatodik helyen. Hát Juhásznak is szerintem eddig a legjobb pozíciója. És Waldinger Bence is behozza az autót, és ígéretének elegettéve a hetedik helyen intik le. Na hát ez kérlek szépen egy nagyon hosszú és komoly futam volt. Nem semmi. Hát most megint aztán láttunk mindent. Hát remélem, hogy a következő versenyek is ilyen izgalmasak lesznek. Volt minden, ahogy te szoktad mondani. Ütközés. Szép pillanatok, elengedések. Igen. És még mindig szoros az a mezőny, ugyanis ugye 42 ponttal áll Csáki és Bakos. Bakos ugye nem szerzett pontot ezen a futamon. Majd a következő. Igen. Na, a végeredmény az látható volt. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk most is. Találkozunk legközelebb Austinban. Várunk benneteket, legyetek jók. Sziasztok. Sziasztok.